Isten hozta kedves nézőinket! Önök a Credo TV magyar nyelvű műsorát nézik, a Szívdobbanást. Újból a Biblia és az igehirdetés mellé hívjuk nézőinket. Időtálló kincset szeretnénk átadni. A legtöbbet, ami ingyen adható, az evangéliumot, vagyis a jó hírt tesszük láthatóvá és hallhatóvá. A jó hír az, hogy Isten, aki a világot teremtette, és fenntartja még a szívdobbanásunkat is, ameddig ő akarja, ő szeret minket. Hibáink, tévedéseink, keménységünk ellenére is szeret minket. A jó hír úgy folytatódik, hogy mivel Isten szeret minket, elküldte a fiát, hogy összekössön minket a mennyei atyával, meghaljon a bűnünkért, hogyha hiszünk ebben az áldozatban, velünk maradjon, lakozást vegyen a belső emberünkben. Végül pedig biztosan elvezessen mennyei országába, ellentétben azokkal, akik nem engednek a fiúnak, a hirdetett igének, és nem hisznek benne. Ezek a keménységük miatt, ami egy életen át tarthat és fenntartható, a gonosszal, a sátánnal hasonló sorsra kell jussanak, az örök elvettetésbe, a gyötrelem helyére, távol az Isten örök szeretetétől. Ezért olyan fontos, hogy ne keményítsük meg a szívünket, és figyeljünk oda a hirdetett ígére, hogy el ne kapjon, magával ne ragadjon a gonoszságnak az áradata. A gonosz a valóságos életben lépten nyomon ott van, reánk leselkedik. Szeretettel meghívom tehát most, hogy kövessék figyelemmel a legújabb szívdobbanásunkat. Az ígét dr. Kisjuhász Vilmos lelkész hirdeti. A felvétel a kolozsvári Magyar Baptista imaházban készült. Találjunk sok jót, inspiráló igazságot ebben a műsorban. Márk evangéliumát keressük meg,
annak 14. fejezetét, a 14-es rész első 9 versét fogjuk felolvasni Isten igéjéből. A második evangéliumból, Márk evangéliumából, annak 14. részéből, a 14. fejezet első 9 versében így szól hozzánk az Isten igéje. Két nap múlva pedig húsvét vala és a kovásztalan kenyerek ünnepe. És a főpapok és az írástudók tanakodnak valahogy csalárdsággal mi módon fogják meg és öljék meg őt. Mert azt mondják vala, ne az ünnepen, hogy a nép fel ne zendüljön. Mikor pedig Betániában a poklos Simon házánál vala, amint asztalhoz ül egy asszony méne oda, akinél alabástrom edény vala, valódi és igen drága nárdus olajjal. És eltörvén az alabástrom edényt, kitölti azt az ő fejére. Némelyek pedig háborognak vala maguk között, és mondának, mire való volt az olajnak ez a tékozlása. Mert el lehetett volna azt adni 300 pénznél is többért, és odaadni a szegényeknek. És zúgolódnak vala ellene. Jézus pedig mondta, hagyjatok békét néki. Miért bántjátok őt? Jó dolgot cselekedett én velem, mert a szegények mindenkor veletek lesznek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek velük, de én nem leszek mindenkor veletek. Ő, amit tőle telt, azt tevé. Előre megkent az én testemet a temetésre. Bizony mondom néktek, valahol csak prédikálják ezt az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony cselekedett, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére. Amen. Igénk egy egészen pontos időbeni meghatározással indít. Két nappal az ünnep előtt, a kovásztalan ünnepek előtt történt ez az esemény, amit olvastunk. Ünnepi lázban, a sátoros ünnepek közül az egyikén, már nagyon közel Jeruzsálemhez. Betánia, az a helyszín, ahol a három testvér lakott, Márta, Mária, Lázár, ahol Isten hatalmas dolgot tett Krisztuson keresztül, a halott Lázárt föltámasztotta, itt vagyunk most. Egy olyan helyen, ahol Isten már cselekedett hatalmas dolgokat, olyat is, ami nincs leírva az ígében. Úgy olvassuk, hogy a poklos Simon házánál van az Úr Jézus. Hát, ez az információ nagyon sokat mond el nekünk. A poklosoknak a helye kint volt Jeruzsálemen kívül, a szemét völgyben, ott kellett meghúzódjanak, oda vitte ki nekik ennivalót, és nem volt szabad, hogy ők bent lakjanak, mert ragályos betegséget hordoztak. Ha mégis valamiért be kellett menjenek a városban, hangosan kellett kiáltsanak, hogy tisztátalan, tisztátalan, hogy az utcán is mindenki elkerülhesse őket. És azt olvassuk, hogy a poklos Simonnak megmaradt a ragadvány neve, hogy poklos, hogy leprás, de már volt háza, volt családja, volt, ahova meghívja az Úr Jézust, mert valószínűleg Krisztus meggyógyította és megtisztult. Több leprásnak, bélpoklosnak a meggyógyulásáról olvasunk az Új Szövetségben, neki név szerint nem olvassuk a meggyógyulását, de valószínűleg, hogy átélte és megtapasztalta ezt. Azt is látjuk, mindjárt a bevezetőben, hogy az az ember kívánt az Úrral lenni. Nem kicsi társaság volt az, aki együtt volt az Úr Jézussal. A tanítványkör, és még nem tudjuk, hogy hány személlyel duzzadt ez föl, mert feljövén Jeruzsálemben már itt voltak a város előtt, és minden vidékről, ahonnan jöttek tanítványok,
nőtestvérek lehet, hogy csatlakoztak a Jézus csoportjához, nem tudjuk pontosan, hogy mennyi lehettek, 12-13-an voltak a tanítványi körben, de lehet, hogy még többen is voltak. Simon nyitja a háza kapuját, ajtaját, és meghívja Jézus az ő tanítványaival. Azt is olvassuk, ugyanebben az ígében, hogy már nagyon várják az Úr Jézust. Miért? Hogy megfogják és kivégezzék. Figyeljétek meg, testvéreim, hogy készül a sátán, és mozgatja az övéit. Megvannak az ő eszközei is. És azt olvassuk, hogy tanakodnak, tanácskoznak, csalárdsággal szövetkeznek, hogy mi módon fogják meg őt, és így olvassuk, valamiféleképpen kerüljék el a zendülést, ne az ünnepet. Ilyen háttérinformációk mellett hadd lássuk meg egy nőnek a szótlan prédikációját számunkra, szolgálatát. Ott, az asztalközösségben, amikor a mosakodás már megtörtént, kezüket, lábukat megtisztították az út porától, és azt olvasok, hogy asztalhoz ültek. Megjelenik egy asszony. Nem azért jött, hogy leüljön az asztalnál. Azért jött, mert Isten lelke mozdította a szívét, hogy az eddigi évi keresetét ő letegye az Isten asztalára, és szolgálatot mutasson be. 300 dénár. Minimum. Lehet, hogy több. De annyira becsülték a tanítványok, Júdás, hogy legalább annyiért el lehetett volna adni. Egy dénár volt a napi bér, hát vasárnapokat, az akkori szombatokat leszámítva, hétfőtől 6 napon keresztül azt olvassuk, 6 napi, munkanapi, héttel számolva egy kicsivel kevesebb, mint egy teljes évi bér. És az asszony hozza. Kis alabástrom szelencéjébe hozza. Mert a szívébe ott volt a vágy, hogy ő szolgáljon az Úrnak. Arról is olvasunk, hogy amit hoz, az valódi, az igaz, az drága, az nárdus kenet. Nem akármilyen kenetet hoz, nem egy hétköznapi valamit, hanem azt, amivel a prófétákat, a királyokat, a nemeseket illetik, és az asszony hozza. És nem csupán elhozza, hanem az odaszánt tettet véghez is viszi. Lecsapja, eltöri az alabásra edénynek a nyakát, és azt olvassuk, összetörve az edényt, kitölti az olajat a Jézus fejére. És figyeljük meg azt a három fontos tényt, amit a Szentlélek munkált ezen az asszonyon keresztül. Először is Jézus értelmez és azt mondja, az én temetésemre kent meg. Tudjuk jól, hogy azok az asszonyok, akik a hét első napján mentek majd megkenni az Úr Jézus testét, elkéstek. Ő már nem volt a sírban. Nagypénteken pedig olyan sürgős volt a testnek az elhelyezése a sírban, hogy nem lehetett megtenni. Gyolcsba tekerték, és behelyezték a szikla sírban. Jézus pedig azt mondja, az én temetésemre kent meg előre. És annyira hozzám szólt az, hogy ez az asszony behelyezkedett az isteni tervbe, a maga idejében, kész volt szolgálni.
És nem úgy, ahogy mások gondolták, hanem úgy, hogy Isten elkészítette az ő fiát. És valódi drága nárdus olajjal keni meg ez az asszony. Figyeljétek meg, hogy nincs bátorítása, nincs segítsége, sőt, kárhoztatják. Azt olvassuk, hogy maga a tanítvány is azt mondja, mire való ez a tékozlás. Hisz el lehetett volna adni, a szegényeknek adni. Pazarlást, tékozlást látnak benne. Az asszony végzi a maga szolgálatát, és tökéletesen beillik az Isten ütemtervébe, és Jézus az, aki mondja, az én temetésemre kent meg előre. Olyan sokszor programjaink vannak. Alkalmak kitűzött. Isten tiszteletek, találkozások, jók azok. De kérdezem, tudunk-e mozdulni, és mozdulunk-e a lélek által az Isten ütemterve szerint? Tud-e engem is téged az Úr küldeni és használni, akkor is, amikor éppen a hívők közül, az Isten népe közül is vannak gáncsoskodók, akik próbálnak lebeszélni, akik nem látják jónak azt, amit teszek, vagy teszel. És tudok, és tudsz-e az Isten akarata szerint mozdulni? Kész vagyok-e arra, hogy megteszem azt, amire az Isten lelke indít? Nem kicsi áldozatba került ennek az asszonynak. Egy évi munkának a bére volt ez. De hozza, teszi és végzi a maga áldozatát őszintén. És azt olvassuk, Isten elfogadja az ő szolgálatát, méltatja, és maga Jézus mondja azt, az üftelbe van benne. Ennek az asszonynak a tette fel van jegyezve. Ezen a földön is hirdetetni fog az evangéliummal együtt, és az ő emlékezete meg lesz említve. Isten akarata szerint, Isten szíve szerint való szolgálatot végzett. És buzdítom, bátorítom a testvéreket, legyünk nyíltak az Isten lelkének indítatására. Hadd rezdüljön, hadd kezdjen melegedni a szívünk, a lelkünk, és mozduljon meg kezünk és lábunk, és tegyük félre a fösvénységet. Tegyük félre az emberi terveket. Tegyük félre a magyarázatokat, hogy mi mindent lehetne tenni, és mi mindent kell tenni. És legyek kész az Isten terve szerint lépni. Másodszorban Jézus készült az ő főpapi szolgálatára, ott a Golgotán. Azt olvassuk ebben a részben, hogy el lesz fogva, el lesz ítélve, és a következő részben kereszthalált hal. A rómaiak láttak benne egy egyszerű zsidót meghalni. A főpapok egy lázítót, aki valamilyen módon veszélyezteti az ő autoritásukat, és az hal meg. Kit látott benne Isten? A világ üdvözítőjét. A főpapot. Az Isten bárányát. És erre a napra és erre a szolgálatra e véget jött erre a földre Jézus. Így mutatja őt be már bemerítő János, amikor bemerítkezik Jézus általa a Jordánban, ott a pusztában, azt mondja, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És ez történik ebben a szolgálatában, hogy a bűnért való áldozatot mutatja be az Úr Jézus, mint főpap, mint az Isten báránya, mint az Istentől küldött proféta, és azt olvassuk, hogy az előtte való szolgálatban
az asszony felkenőt erre. Az igen drága, valódi nárdus kenett el. Ó, nem arra volt szükség az Úr Jézusnak, hogy földi segítséget kapjon, mert ő Isten volt teljes méltóságában és erejében. De hogy beteljesedjék az írás, és hogy minden szép rendben menjen, Isten felkeni az ő fiát, és megerősíti. Ennek az asszonynak lehet, hogy volt tudomása arról, hogy hogyan kenték fel Sault, hogyan kenték fel Dávidot, Salamont és a többi királyt, hogyan lett felkenve profétává Elizeus, vagy más proféta Izrael népe közül, de hogy ő egy hasonló dolgot cselekszik, biztos vagyok benne, hogy amikor megtette, ő erre nem gondolt. De csodálatosak az Úr útai, kifürkészhetetlenek. Ő teszi a lélek által indított cselekedetet, meghozva a maga áldozatát, és Isten behelyezi ezt az üftervbe. És fölhasználja arra, hogy beteljesedjen az írás, és megkapja azt a méltóságot és tisztességet Krisztus, amit egyedül ő érdemel meg, mint Isten fia. Annyira örvendek annak, amikor látom, hogy emberek bele tudnak simulni az isteni tervbe. Amikor nem erőlködünk, nem magyarázkodunk, nem futunk, nem hárítunk, hanem elfogadjuk a lélek indítatását, és tudjuk tenni az isteni akaratot. Ilyenkor indulnak meg a dolgok. Ilyenkor van előrelépés. Ilyenkor jön változás. És ilyenkor tud használni bennünket Isten. Így olvassuk az Ágoston emlékezéseibe, vedd és olvasd. És vette a Szentírás és olvasta. És megnyitotta Isten az ő elméjét. Engedelmeskedett. És Isten használni tudta majd őt mások megmentésére. Tudok és tudsz lemondani, engedelmeskedni, elfogadni és belesimulni az isteni tervbe. És tud-e engem és téged használnom Istenünk hatalmas erővel, az ő akarata, az ő terve szerint. Harmadsorban így olvassuk, egészen szakszerűen tette ez az asszony azt, amit tett. A Zsoltár arról tesz bizonyságot, milyen szép, milyen áldásos, milyen jó, mikor együtt vannak az atyafiak. Olyan ez, mint a drága olaj, mely végigfoly az Áron fején, szakálán, köntöse prémére. Nézzétek meg, milyen szakszerűen végzi ez az asszony szolgálatát. Oda tölti a Jézus fejére, hogy végigfoljon. Úgy, ahogy az ige írja. És mindig áldásos az, amikor, ahogy az ige írja, úgy teszem. És nem próbálok én okoskodni, és nem próbálsz te okoskodni, és nem azt mondod, hogy hát én tudnám így, vagy tudnám úgy tenni, és teszem is, hanem az ige leírását veszem figyelembe. Biztos vagyok benne, hogy ez az asszony soha nem kent fel prófétát és királyt se. De úgy tette, a lélek indításából, mert kész volt engedelmeskedni az Úrnak a maga áldozatát szakszerűen. Az ige leírása szerint, Isten szava szerint. És nagyon fontos, hogy az Isten szavát részleteibe vegyem figyelembe, és aszerint tegyem. Azt is látom itt az igében, hogy amíg az edény összetörik, addig a drága kenetnek az illata szétárad.
Az asszony nem prédikált. És engem megítélt az Isten igéje, mert én sokat beszélek. Lehet, hogy ti is beszéltek adott alkalommal. Az asszony cselekedett, tett. Komoly, nagy mértékű áldozatot hozott, ige szerint, szakszerűen cselekedte azt, és úgy olvassuk, nem csupán az isteni tervbe tudott ez helyet kapni, Isten akaratával megegyezett, hanem a környezete számára kellemes volt. Jó illatot árasztott széllyel. És figyeljétek meg, mégis vannak, akik ellene beszélnek. Így olvastuk. Némelyek háborognak vala maguk között, és mondának, mire való az olajnak ez a tékozlása? Úgy látták, hogy a Jézus fejére való töltés az olajnak tékozlás. És hányszor látom így az időmmel, az energiámmal, a döntéseimmel, az anyagiaimmal, ó, hát az Úrnak szánni, ó, gyülekezetben lenni, ó, látogatni, ó, az tékozlás. Minek az? Hányszor látom így? És ez egy fölháborodott, Isten akaratát nem értő embernek a sötétség lelkétől vezettetve való megnyilvánulása. Azt is figyeljétek meg, testvéreim, hogy amíg teszi az asszony önzetlenül, úgyhogy leteszi életét, leteszi évi keresetét, addig mások háborognak, hogy miért teszi. Nem elég, hogy ők nem teszik, de még a másikat is megállítanák. A farizeusi létmód, hogy jaj néktek farizeusok, mondja az ige, mert nem elég, hogy ti nem mentek az Isten országába, még másokat is megállítanátok. Ilyen a farizeusi létmód, hogy zsenéroz, zavar, valamilyen módon fölháborít bennünket, ha más teszi. Mert a sötétség lelke nyugtalankodik bennünk, és felháborít. És nézzétek meg, hogy milyen álcába bújik az ördög. Jó tett, köntösét veszi magára, világosság angyalának mutatkozik, el lehetett volna adni. Legalább 300 pénzért, ha csak egy pénzt, egy dénárt adtunk volna, 300-at meg lehetett volna segíteni egy csapásra. Hát mi köze volt a tanítványoknak ahhoz, hogy ez az asszony megkereste ezt a 300 vagy annál több pénzt, hogy megvette a nárdus kenetet, és ő oda tette a Jézus lábához, pontosabban fejére, oda töltötte? Mi beleszólásuk volt? És főleg, hogy ilyen emberi, alattomos, ördögtől sugalmazott módon ítélkezzenek velük, hogy kellett volna. És nagyon sokszor így találom magam az okoskodók, a magyarázkodók, a sokat beszélők között. És a sok beszédben elkerülhetetlen a vétek. Így olvassuk, amíg álszent kegyeskedésnek köpenyébe burkolózva próbálják magyarázkodni, Jézus leállítja, és azt mondja, ne bántsátok. Ne bántsátok, mert ő azt tette, amit tenni kellett. Kérdezem, hányszor engedek a testnek? És észérvekkel, vélemény és okoskodásunk által még mást is próbálok megállítani. Az azt, hogy nem szól, cselekszik. A tanítványcsoportokból némelyek okoskodnak, beszélnek és gáncsoskodnak, gátolnak. A mindennapokban hol vagyok, és te hol vagy?
A tanítványcsoporthoz tartoztak ezek az emberek, és mégsem értették az Isten akaratát. Miért? Mert le van írva az evangéliumban, hogy most is, amíg mentek fölfele, azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb. Próbáltak a Zebedeus fiúk is valamiféleképpen ott jobb és baloldalt, minél közelebb az Úrhoz hatalmi helyet foglalni. Nem azzal voltak elfoglalva, hogy ők szolgáljanak, hanem hogy minél hatalmasabb és nagyobb pozícióba jussanak, hogy majd nekik szolgáljanak. És ők szerettek volna szolgálni a más kontójára. Hogy adjuk ezt el, és azzal szolgáljuk. Az ige nyilvánvaló számunkra, hogy mindenki azt kell hozza, amit ő tud adni az Úr asztalára. Nem én kell kikényszerítsem, hogy elvegyem a testvéremnek az áldozatát. Nem lehet az ragadomány, hanem én kell hozzam azt, amivel engem Isten megáldott, amiért én, és amivel én kimutatom szeretetemet az Úr iránt. Így olvassuk az igében, hagyjatok békét neki, miért bántjátok őt? Jó dolgot cselekedett én vele. Szolgálatunkban nagyon fontos a jó cselekvése. Az Isten által kimondott jónak a cselekvése. Nem az, amit én vélek jónak, amit én gondolok jónak, hanem amit Isten minősít jónak. És leállítja. Jézus azt, amit a tanítványok benn gondolnak. Figyeljétek meg, testvéreim! Úgy olvassuk, némelyek háborognak vala maguk között, ott csendben sustorogtak, fortyogtak, magyarázkodtak. Jézus pedig hangosan megállítja őket, hagyjatok békét nekik. Ne bántsátok őt. És nyilvánvalóvá teszi az isteni minősítést. Az is megtörténik sokszor, hogy nem mondom ki, csak ott belül, magamban, forrok. És elítélek, megítélek, megszólok mást. Olyan jó lenne, ha Isten helyre tenni az életemben és az életünkben azt, hogy hagyjunk békét embertársainknak. És hagyjuk, hogy szolgáljon. Megfigyeltem nemrég, egy juhászkutyát, ami oda volt állítva a nyáj mellé, és tette is azt, ami a tennivalója volt, őrködött. A kutya nagyon jól tudta, hogy hova kell neki állni, pontosabban ülni, és az út felől, ahol az emberek haladtak el, éppen ott foglalt helyet, hogy az emberek és a júnyáj között legyen. És megfigyeltem egy pajkos fiúcsoportot, akik megbújtak a bokorba, és köveket haigáltak a kutya mellé, hogy elvonják a figyelmét. 2-3 kődobásra a kutya odafigyelt, és aztán látta, hogy egy passzív támadás, nem egy aktív valami, és már az 5.-6. már figyelembe se vette. És megunván a csibészek a tettüket, látták, hogy nincs foganatja, abba hagyták. És nagy tanulság volt nekem ez az egyszerű, nagyszőrű, lompos juhászkutya, hogy nem csinált belőle kázust. Még ugatni se kezdett. Végezte a feladatát. Ó, kedves testvérem! Milyen jó lenne, hogyha nem azzal foglalkoznák, hogy lécet törnék
azért, mert a másik ezt mondta, vagy azt mondta, vagy ezt tette, vagy azt tette. Hanem figyelnék a szolgálatomra és az Úrra. És a sátán elterelő akcióit nem kell figyelembe venni. Nem megy ez könnyen nekem se sokszor. Hogy gyakoroljam azt, hogy két fülem van, egyiken bemegy, és másikon ki. Hogy tegyem azt, hogy nem érdekel. Ó, nem hallgatom meg ezt a véleményt, és nem ülök fel rá, és nem veszem szívre. Az asszony nem vette szívre. Végezte, tette, és azt olvassuk, szolgálatát elvégezve ment tovább. Jézus pedig így fejezi be ennek a történetnek az összefoglalójánál a magyarázatot. Szegények mindenkor lesznek veletek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek velük. És most itt szeretnék megállni. Kedves tanítványtársaim, vannak velünk szegények, vannak velünk fáradtak, lelki szegények, különféle nehézségben lévők. A kérdés az, hogy én és te akarok-e segíteni. Amikor akarunk, akkor segítünk nekik. És a kérdés ott van, hogy én és te akarunk-e segíteni. Most már Jézus nem személyként van jelen közöttünk, hanem a mi embertársunkban. A mellettünk lévőben, a fele barátban, a segítségre szorulóban. És kérdés az, hogy akarok-e jót tenni. Mert mindenkor vannak velünk olyanok, akik segítségre szorulnak. De kérdés ez, hogy mindenkor van-e bennem akarat, hogy ezt megtegyem. Az egyik tanárnő kérdezte a tanulóitól, miért nem végeztétek el a házi feladatot mindnyájan? Miért nem írtátok le? És több mint 14 választ írt föl a 20 gyerektől. És mindig mondta, hogy ilyen betegség volt, olyan fájdalom volt, ilyen vendégek voltak, elutazás volt, és annyi minden. És az egyik gyerek őszintén azt mondta, nem akartam. Édesanyám mondta többször, de nem akartam. És azt mondta a tanárnő, fiam, őszintességed miatt neked megbocsátok. És a gyermek ránéz, és azt mondja, tanárnő, nem akarom, hogy nekem megbocsásson. Mert én is a rossz helyet megérdemlem. Nem akarom. És akkor azt mondta a tanárnő, fiam, tegnap délután nem akartad a házi feladatot megtenni, leírni. Most nem akarod, hogy a rossz jegyet ne írjam be. Mikor jutok el már oda, hogy valamit akarjál? És a gyermek akarata megtört. És megígérte és meg is tette. Kérdés nekem ebből az igéből. Magyarázkodok, és hivatkozok-e a nyomorúságokra, a nehézségekre, a fékekre, a gáncsokra, a körülményekre, vagy akarom és akarod Jézus szolgálni. Vannak körülöttünk szegények, rászorulók. Akarom és akarod szolgálni Jézust. Ő az, aki munkálja bennünk mind az akarást, mind annak a véghezvitelét. Mondd velem együtt. Akarom, Uram, akarlak szolgálni téged. Azért, hogy az evangélium ne üresbe szóljon nekem és neked, hanem valósággá gyümölcsé érlelődjön, és nyilvánvalóvá legyen bennem és benned, hogy nem szavakban áll az Isten országa, nem uram-uramozásban, hanem erőben, Krisztus követésében, hitben, odaszánásban,
Akarom ezt, Uram, légy segítségül nékem. Amen. Thank you.
Amint az műsorunkban az ige hirdetésből kitűnt, Lukács evangélista különböző embercsoportok kihangsúlyozásával, mint például a zsidó vezetők, vagy a római százados, aki a római hadsereg része volt, alátámasztja az Úr Jézus megváltói szerepét, amivel mindenkinek egyformán szabadulást kínál, úgy nekünk is, akik figyelemmel kísértük a Credo TV szívdobbanás műsorát. Köszönöm figyelmüket, Isten áldását kívánom. Találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időpontban, és ugyanitt.